Robinson, amit sok-sok amerikai filmben is láthattunk, hasonló ezzel a gépben is mehetünk, és közben itt a színpad mögött láthatjuk most a légtérben Szakács Gábort. Teszteltek, az egyik volt a lengyel PZLT és 11, illetve a másik pedig a csehszlovák L29-es. A Delfin egyértelmű győztesként került ki egyébként az összehasonlításukhoz. A Szovjetunió és a Varsói Szerződés országai az L29-es rendszeresítése mellett döntöttek végül, kivéve a lengyeleket, akik hát nyilván megmaradtak a saját fejlesztésű gépük mellett. 1963 és 1974 között egyébként 3665 darab Delfin készült, tehát ebből a gépből a világon összesen 3665 darabot készítettek el, és közülük pedig ilyen gyönyörű példány tulajdonképpen ez az egy található a Goldtimer alapítvány pontozásában láthatjuk a repülőgépet, és nekik köszönhetően emelkedett az égbe olyankor is Szakács Gábor. Közben még egy érdekesség, hogy itt egy-két repülőgép kapcsán elmondtuk, hogy ez a repülő a belépő szint a következőhöz. Ugye a Piper Cubnál elmondtuk, hogy ez a belépő szint a Mustanghoz. Most pedig a Delfin kapcsán azért elmondhatjuk azt, hogy sok esetben belépő
szintnek tekinthető ez a gép. Sőt, mi több, ami a legérdekesebb, és talán ezt kevesebben tudják a delfinekről, de az első három delfin 1964. novemberében érkezett meg Magyarországra. Hajós, Farkas Bálint és Magyari Béla is. Az L29-eseket 1984. januárjától vonták ki egyébként itthon a forgalomból. Jó is, hogy ezt a pár sort megtaláltam, hiszen annak idején talán 2000 helyen, hogy a Börgönzi repülőnapon a magyar űrhajós Farkas Bertalan is a vendégünk volt, és akkor éppen említette is, hogy nagyon örül neki, hogy lát végre egy delfint, mert annak idején neki is ez volt az egyik belépő szint. Hát éppen az űrhajós válás jó sok lépcsőn keresztül, de ez volt a legelső lépcső. Visszaérkezett, délután 4 óráig velünk lesz még a repülőgép, tehát addig megnézhetik, lefotózhatják. Nyilván teljesen a gép közelében nem lehet bejönni a porton belőle, de azért így is viszonylag közelről meg lehet nézni az L29-es delfint. A következő...